Én fent itt aludtam, itt a szomszédom, az meg szólt, hogy jöjjek le már a hasad. A partszakadást megelőző pillanatokat idézi Jándi László Porta tulajdonos, aki éppen csak megúzta az esetet. Mikor lejöttünk, akkor lehetett látni, hogy megrepedezett itt a talaj egyébként. És akkor kezdett ezek az épületek bele súvadni egészen. És még az volt az szerencsénk, hogy itt voltunk ide, és azt, amit tudtunk még, megmentettünk belőle. A mélybe zuhanó épületek majdnem a szomszédos házat is magukkal rántották. A rögzítő drótköteleket az utolsó pillanatban sikerült eloldozni. A porta tulajdonosok szerint az elmúlt időszakban a Tiszába ömlő csatorna vízhozama és tisztasága is kiszámíthatatlan. 61 óta vagyok itt egyébként, ez a, ez a part ugyanígy állt egyébként, csak akkor még ugye olyan tiszta volt itt a víz, hogy a gyerekeink még lent játszottak a vízbe. Most meg már ugye mindenfajta víz belemegy egyébként, a, a pármetezés, meg mit tudom én, mert nagyon szennyezési a víz. Megmondom, hogy itt a rizsát tármálték, onnan maradt ez a sok, meg, meg elsők is lehettek egyébként, ugye, és ez okozta ezt a súvasodást. A part most megállt, de ki tudja, meddig tart a békés állapot. Jándi úr vízik benne, hogy a háza kitart. Nekem, ami itt áll, itt ez a zuhanyozó rész egyébként, és ez jobb alapokon áll hát hogyha nem jön nagyobb víz, meg nem fog a csatornán gyorsan folyni, talán ez majd meg fog maradni. Bízunk benne. Nincs még repedés a ház. Nincs, 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 igen, egybe van még a ház egyébként. Meg ugye ezt még megboldogult legénykorom csináltam, össze van heggelt az egész, úgy, hogy abba bízom, hogy nem ilyen rohan munkával. A területet a katasztrófa védelem kordonnal kerítette el. Most a hosszában meghasadt nyárfa esetleges dőlés irányát próbálják megjósolni a szomszédok. Egy biztos, a partról leszakadt portányi darab helyén jó ideig nem lehet újraépíteni. Meg ugye ezt még